Sziasztok! Folyamatosan arra vezet atyám lelke, hogy beszéljek, ne hallgassak ezekben az időkben. Hisz minden az, amiről bizonyságot tehettünk, álmok, látomások, megértések, azok most valójában élesben láthatóak, tehát valóságosan láthatóak. Nagyon sokan nem hittek nekünk, kigunyultak, kinevettek, csufoltak, de meg kell vallanom azt ott is, hogy nagyon sok embernek, tehát egyeseknek kenyerévé lett, igazságá lett az egész, hisz ezáltal maga az Isten lelke meg tudta érinteni őket, és elkezdték keresni az igazságot személyesen, és azóta ráléphettek újjászületve Krisztusban az élet keskenyösvényére. Tehát több álomképet fogok mondani sorozatban, és egyértelműen elsősorban minden nekem szól, de mégis a lélek arra vezet, hogy nyilvánvalóvá tegyem azt, hogy milyen egy hitván nyomorult bűnöző tudok lenni én is, még ezek után is, hogyha nem az atyám lelkére figyelek, hanem ebbe a nagy kényelmes poshat világban engedek a testnek, annak akaratának, egyből jön vissza minden az óemberből, minden, ami valójában engem valaha megkötözött, és most már atyám azt mutassa, hogy ezt nagyon komolyan vegyem, hisz ezekben az időkben, aki valójában nem tisztul meg, nem szentelődik meg a Krisztusban, az hiába is beszél arról, hogy az élet keskenyösvényén van. Tehát ezt nagyon komoly számomra, és meglássátok, hogy akinek van füle, meghallja, egyértelmű erős kijelentések lesznek ebben ez álmok képek által. Tehát egy olyan álomképen volt egyik reggel, amit megértettem valamelyes, de most már teljesen letisztult bennem. Ültem a vonaton, vagy buszon, nem tudhatom. Egy kék busz volt, és egyértelműen mellettem ült, úgy képzeljetek el, egy kisgyerek, nem lehetett több 5-6 évesnél, aki szószoros értelemben egy szakadt ruhába volt. Tehát olyan, mint amikor valaki, én láttam gyerekkoromban ilyent a cigánytelepen, azokat a cigány gyerekeket, akik valójában csak egy hosszú póló, szakadt dzsuvás póló volt, bocskos, piszkos póló, még cipő se volt a lábokba, és ott tücsörögtek a viskó előtt. Na, egy ilyen gyerek ült mellettem, a vonaton vagy buszon, de azt tudom, hogy mind a kettőt érezhettem, és egy összetűrt papírt adott a kezembe, egy A4-es papír lehetett, amire rá volt írva nagyon sok minden, össze volt tűrve, szépen összehajtva, úgy, ahogy egy gyerek össze tudja hajtani, és átadta nekem, és én nem tudom, hogy elolvastam-e vagy nem, egyértelmű volt számomra, hogy üzenet a mennyből. Tudtam, hogy valójában az az állapot, amiben van ez a gyermek, amikor ránéztem, hogy kinézett ebben a teljes egyszerűségben. Ugye, amit ma lenéz a világ, és én is lenézek, hisz ez az anyagi jólét, ez a földi jólét, ez az Európai Uniós jólét, az már meg kell vallanom nektek, és én őszintén meg is teszem előttetek, hogy engemet is megfertőzött, elkényelmesített és elszívtelenített. Tehát erre a gyermekre, amikor ránéztem, egyértelműen láthattam, hogy ez az az állapot, képesen megmutatva atyánk, ez az az állapot, akinek semmilyen nincs, és ez az a gyermeki állapot, aki teljesen tiszta, fedhetetlen, akinek nincs semmilyen, csak üzenete a mennyből. Tehát szószoros értelemben egy angyal, Istennek a tökéletes teremtménye jelent meg előttem ebben a nagy, fölfúvalkodott, modern, elhízott világban. És átvettem a papírt, és nem tudom, hogy elolvastam-e, de tudom, hogy átvettem, és atyám megéreztette, hogy még egyszer volt ezen az úton, ami ott ezen az úton járhatok, egy ilyen megélésem, ami nem jutott eszembe, mutatta, hogy már átmentem egy ilyen folyamaton. Azt kell mondanom nektek, a lélek által megértve, az jött nekem, hogy én csökkenek, és a Krisztus növekedik bennem. Ez egy folyamat.
ez egy folyamat, és ezt mind Krisztusban újjászületve az atyánk végzi el bennünk, hogyha engedelmeskedünk nekünk, neki. Tehát, hogyha engedelmeskedek a léleknek, és ez a legfontosabb, amit most mondhatok, emberek. Tehát én egyértelműen kimerem nektek jelenteni tisztán, hogy abban a pillanatban, ha valaki megkapja az újjászületés ajándékát az atyánktól, hogy újjászületett a Jézus Krisztus kegyelme és igazsága által, hogy rálépjen az élet keskenyösvényére, onnantól kezdve engedelmessé kell váljon az az ember. Tehát nekem csökkennem kell a felfuvalkodott, nagyképű hólyagnak, az elhízottnak, az elpuhult, elpuhányosodott embernek, a tudásfájából zabáló nagyképűnek csökkennie kell, és ez lélek által végezendő el, hogyha engedelmeskedek az atyám lelkének. Tehát még egyszer hangsúlyozok, engedelmeskedek az atyám lelkének, és evel kapcsolatosan kaptam erőteljes szembesülést az éjjel, tehát nem vagyok én fedhetetlen. Bár atyám megmutassa, hogy és tényleg csodálom az ő türelmét, a hosszan tűrését, de most már azt látom, hogy erőteljesen valójában megsokkol azért, hogy nehogy elvesződjön a lélek, hisz nagy árat fizettek azért, hogy én egyáltalán itt beszélhetek, egyáltalán létezhetek. Ez Krisztus vérárában megváltva és kiváltva a bűnök bocsánatára az én lelkem, hisz a test nem örökölhet Isten országát. Egyértelmű. És hogy érthető legyen, tehát ma, ami van a világban, és amiről mi bizonyságot tehettünk éveken keresztül, úgy álmok által, látomások és megértések és kijelentések által, amire valójában nem más vezetett rá minket, mint a vigasztaló Szentlélek, az igazság lelke. És ezt kaptuk meg az újjászületés által, és ez van kijelentve egyértelműen Jézus Krisztus által, hogy ezt mindenki megkapja, és aki ezt vállalta, és aki igazából valamelyes hűséges volt a Krisztus lelkéhez, az egyértelműen nyilvánvalóvá tette az utóbbi években, hogy mi fog történni, és mi történik már, és miket láthattunk meg, amikről oly sokat beszéltünk, amiért valójában támadtak minket, szidalmaztak minket, de volt, akinek valójában tényleg a feltámadására lett, az örök feltámadására, és ez mind az Úr Jézus Krisztus dicsőíti, nem engem nyomorult bűnöst, mert nem vagyok külön mi más, hisz láthatom, hogy atyám hogy mutassa meg, hogy amilyent engedek ennek az elbukott emberi természetnek, valójában pillanatok alatt vissza tudja venni az irányítást. Ez a jellem, az elbukott emberi jellem, ami teljesen, folyamatosan szembe megy az Isten akaratával. És itt jön egy olyan dolog. Tehát az Isten azért adott nekünk szabad akaratot, mert kiestünk az ő tökéletes akaratából. Hisz Jézus Krisztusban megmutatkozott, hogy ő mindig az atya akaratát teljesítette, semmi mást. Tehát kiesve az atyánk akaratából, itt saját akaratunk lett, tehát szabad akaratot adott nekünk. De a szabad akarat sem azért adatot, hogy elherdáljuk azt, és azt csináljunk, amit akarunk. Tehát amit lélekben kezdtünk el, nehogy véletlen testbe fejezzük be, hanem egyértelműen megmutatta az atyám, hogy a szabad akarat az azt jelenti, hogy minden nap döntenem kell a világ fejedelme és ő mellette. Tehát ki mellett döntök? Két úrnak nem lehet szolgálni. És ez most hova tovább erőteljesebb lesz és nyilvánvalóbb lesz, és látható lesz ez az Isten gyermekeinél is. Tehát itt a megmérettetés, a prés, az hova tovább erőteljesebb lesz. Tehát senki nem fog tudni ez alól kibújni, és ezt egy alázattal mondom, hisz ez elsősorban minden rám érvényes. És egyik nap kaptam egy óriási nagy megértést egyik utitársam által, aki azt mondta, hogy minél több sebet kap az Isten gyermeke, annál jobb, hisz akkor legalább beszélni fog, és felvállalja, mert akkor lesz vigasztalása. Mert ha nem vállalja föl, akkor csak sebeket fog kapni, és abban mindenki belehalhat. Egyértelműen.
Tehát az atyánk megsebez, de be is kötöz. Dicsőség neki, amikor megsebez engemet is, és megvallom nektek őszintén, látva ezt a bűntestét, ezt a nyomorúságos embert, aki már annyira nem akarja meghallani az egyszerű tiszta igazságot, folyamatosan arra vágyok, hogy legyek megsebezve. Nehogy visszaaludjak a világba, hisz akkor nekem egyértelműen végem van. Tehát, atyánk, ezért is engedi meg. A jelenések könyve ezért is olyan erőteljes, tehát megmutassa, amikor az ember már egy olyan állapotban van, hogy nem akarja meghallani a tiszta egyszerű igazságot, tehát már valójában süketés vak lett. Tehát egyszerűen úgy él, hogy valójában prés alá kell kerüljön, tehát megpróbáltatások által tud csak felébredni a lélek benne, és azt kell mondanom nektek, hogy ez is kegyelem. És egy dolog jött, amit egyszer fel szeretnék nektek olvasni, és ez nem más, mint hogy tiszta legyen, hogy mi által szólhattunk mi éveken keresztül, ami nem volt kellemes a testnek. Nekem sem volt kellemes, és most sem kellemes a testi embernek. És azt kell mondjam nektek, hogy dicsőség atyámnak, mert Jézus Krisztus által kijelentetett minden. Tehát olvasnám is János 16:7-től, és itt egyértelműen le van írva, hogy maga a vigasztaló Szentlélek, maga az igazság lelke, az mit jelent ki, és kit dicsőít meg. Tehát Jézus Krisztus dicsőíti meg, mert az övéből vesz, és azt jelenti ki számunkra. Tehát aki újjászületett a Krisztusban, egyértelműen, hogy minden egyes kijelentés, megértés, álmok, látomások, az valójában maga Jézus Krisztus dicsőíti, mert az övéből vesz, és az övéből jelenítetik meg mindezt az igazság lelk által. Na de ki az igazság lelke? Ki maga a vigasztaló? Mert van akinek vigasztaló, és van akinek pedig valójában maga a teljes igazság, úgymondva, amelytől menekül. Pedig pontosan fordítva kéne történjen, mert van, akit az igazság megszabadít, és van, akit valójában szószoros értelemben megnyomorít. Tehát ez nem mindegy. Ezek tudom, hogy kemény szavak. A testi embert megnyomorítsa, de a bennünk lévő gyermeket, aki meghallja, hogy van szabadulás ezáltal, amit Krisztusban kijelentetett, az felszabadítsa, és megvigasztal. Tehát János 16:7, de én az igazat mondom nektek, jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló, hanem pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. És az, mikor eljön, megfedi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében, bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. Igazság tekintetében, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Tehát mind a két kijelentésben egyértelműen megvan. Tehát, hogyha nem hiszünk benne, ez bűn, hogy nem hiszünk ő benne. És az igazság tekintetében, hogy ő az atyához ment, és többé nem lássuk őt, hanem lélek által kapjuk meg azokat az álmokat, látomásokat, megértéseket és kijelentéseket, ami ő belőle való, tehát maga az igazság lelk által, a vigasztaló Szentlélek által. Ítélet tekintetében pedig, hogy a világ fejedelme megítéltetett, még sok mondani valóban hozzátok, de most nem hordozhatjátok. Tehát a világ fejedelme már megítéltetett és meg van ítélve az igazság lelk által. Meg van ítélve, tehát ezelőtt senki nem tud kibújni. Megítéltetett, és punktum, beteljesedett. Meg van ítélve, el van ítélve teljesen. És azt mondja Jézus, hogy nagyon sok mondani valója volna még, de ezt egyszerűen nem bírjuk elhordozni, és folyamatosan, fokozatosan, a soron következő dolgot mind kijelenti nekünk ezáltal,
hogy el tudjuk azt hordozni, mert egyben nem tudnánk elhordozni. De amikor eljön amaz igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra, mert ő nem magától szól, hanem azokat szól, amiket hall, és a bekövetkezendőket jeleníti meg nektek. Tehát még egyszer felolvasom, mert ő nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket jeleníti meg nektek. Tehát mi miről beszélhettünk? A bekövetkezendő dolgokról, amiket megjelenít nekünk, ami egyszer nekem szól. És ezáltal felvállalva a bűneimet, a nyomorúságomat, az igazság lelke által nyilvánvalóvá teszek mindent, és kijelentem azt, ami ez erre a nemzedékre érvényes, egyértelműen szembesítő, nyilvánvaló, tiszta kijelentés az Úr Jézus Krisztusból. Mindenki úgy, ahogy adatot úgy mondta, akik eztet vállalták. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjeleníti nektek. Ennyit szerettem volna erről felolvasni, és most jön egy olyan dolog, ami nagyon erőteljes lesz, és egyértelműen megmutassa, hogy miben vagyok én is. Tehát miben vagyok. Tehát nagyon erőteljes szembesülést kaptam az éjjel, amire még nem vezetett rá a lélek, hogy beszéljek, de egyértelműen annyit elmondhatok nektek, hogy atyám megmutatta, hogy nem mindegy, hogy mit nézek. Nem mindegy, hogy mit nézek. És azt is megmutatta, hogy más embernek, hogyha ezt megmutatta volna, hogy mi az, amitől óvakodjon, már rég sírva köszönte volna meg ezt neki. Holott én engedtem a testnek újra és újra beleesek egy olyan bűnbe, hogy engedek a szemeim látványának. Tehát a külsőkre tekintek, és nem a belsőkre, és ezáltal meg vagyok kísértve testileg. És valójában jön vissza az óemberem. Tehát ezt így megvallom nektek. Egyértelműen, pedig kaptam erről jelzést már a múlkor is, hogy csak azt tegyem meg, amire a lélek rávezet. Tehát legyek engedelmes teljesen neki. Tehát úgy, ahogy Jézus Krisztus kijelentette, hogy szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, teljes akaratodból, és csak neki szolgálj, és ezáltal leszel boldog ember. Tehát ennyi röviden. Tehát minden egyes dolog, amit Jézus Krisztus kijelentett, teljesen összefügg, és egyetlen egy dologra mutat rá, az atyánk tökéletességére, oltalmára, szeretetére és gondviselésére. Aki ez ellen megy, az egyértelműen meg fogja tapasztalni azt a dolgot, amit a végén föl fogok olvasni, és amit el fogok mondani, amilyen képet mutatott nekem az Úr Jézus Krisztus. Tehát eztet mutatta meg nekem, és megmutatta azt is, hogy még mindig képes vagyok hárítani, és rákenem az asszonyra a hárítást. Folyamatosan tudok úgy hárítani, hogy eljátszom az áldozatot, a szomorúságot. Tehát szószoros értelemben atyám meg kell engemet sokkoljon, hogy meglássam, hogy milyen ez az elbukott emberi természet, hogyha tényleg nem az örömhírrel foglalkozok. Mert valójában az evangélium nem más, mint örömhír azoknak, akik megkóstolták a bűnt, beleestek a bűnbe, elbuktak. Benne vannak a halálba, megkapják a lehetőséget a föltámadásra, a fölébredésre és a szabadulásra, a megváltásra, a bűnök bocsánatára, újra születve a Krisztusban. És megmutatta azt is, hogy még mindig milyen gőgös vagyok, és milyen elpuhányosodott, testi ember, pontosan ennek a nemzedéknek a gyermeke, aki az Európai Unió jólététől lenézem az elesettet, lenézhem azt ott, aki szenved, függőségben van, megítélem és megcsufolom. De ezt mind úgy, hogy nem mondom ki, hanem kétszínűen, képmutatóan viselkedve csinálom ezeket mind, és ezt mind megvallom nektek. Nekem az atyám ezt mutatta. Nem takarhatom el ezeket a bűnöket, és Isten irgalmazzon nekem, és könyörüljön rajtam, hogy még mindig ilyen dolgokat kell nekem mutasson. Ennek is megvan
az előzménye és ugye a következménye. Hát hogyha nem avon foglalkozok nap, mint nap, amivel megbízott, hogy megtörjem örömmel azt a kenyeret, amit ad ő a mennyből minden nap, akkor egyértelmű, és ezt nektek úgy mondom, drága emberek, mint figyelmeztetést, sajnos ilyen negatív példával újra, mi figyelmeztetést, hogy ha ráléptünk erre az útra, ha nem rá figyelünk, nem az atyánkra figyelünk, nem az ő lelkére figyelünk, elkerülhetetlenül még mocskosabbak leszünk és hitványabbak, mint az, aki soha nem hallott az élő Istenről. Mert ő nem tudja azt, hogy miben van, de mi már láthassuk, és sokkal durvábban meg leszünk ítélve, tehát erőteljesebben meg leszünk ítélve. Azt kell mondanom nektek, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy a pogányok, a hitetlenek, azt sokszor talán azokra mondja, akik megismerték őt, de valójában a hitetlenségüknek következményeképpen még rosszabb úton járnak, mint azok, akik soha nem hallottak őróla, hisz akik nem hallottak róla, azok hogyan vádolhatók avval, hogy milyen úton járnak. Akár vádolhatók, hisz teljesen le vannak térve az élet útjáról. De mivel nem hallották, ők sokkal kevésbé lesznek megítélve, mert ők nem hallották, és ők még mindig a tudatlanság útján jártak. De mi azok, akik nem kértük az atyától az bölcsességet, az ő okosságát, hogy valójában átformálódjunk teljesen, hanem még mindig engedünk ennek a elposhat, hamis, kényelmes világnak, mert a testre figyelünk, akkor valójában elveszhetünk. És ezért óriási árat fizetett az atyánk, és Isten nem csúfoltatik meg. Olyan erőteljes nyomás alá fogunk kerülni, és olyan kemény veszőzésben lesz részünk, amit nem kívánok senkinek, és meglássátok, milyen erről fogok beszélni. De egyelőre azt éreztem, hogy ezeket felsorolom így nem az államképeket, hanem a megértéseket, amiket megláthattam. És megláthattam azt, hogy soha nem azon az úton akarok menni, amit atyám mutat, még akkor is, hogyha az emberi szemnek, az emberi egónak az hülyeségnek tűnik. Istennek nem hülyeség, és nem bolondság, mert ő azt mondja, hogy ezen az úton is végig tudlak téged vinni. Az a kérdés, hogy van-e annyi hited? Tehát a hitetlenség az egyik legnagyobb bűn ezen az úton. És ezt is megvallom nektek. És most jön egy olyan rész, ami megmondom őszintén nektek, hogy erőteljesen megsokkolt. Tehát kezdtem ezt a videót a mennyből jövő üzenettel, és most kezdem a bevégeztetést ennek a videónak a vasvesszővel. És ezt nagyon komolyan megmutatta nekem személyesen Jézus. Tehát megmutatta, hogyha ő általa, tehát hogyha rá figyelek, akkor valójában kiszabadulhatok abból a csapdából, abból a bűnből, amit én raktam össze magamnak, és amit én gyűjtögettem össze magamnak, mert ez embernek lehetetlen. Tehát ő folyamatosan meg akar minket menteni, csak az a helyzet, hogyha mi az elbukott emberi természetünket kövessük a sátánt, az ördögöt a fejünkbe, akkor ő sem tud megmenteni. Hiába akar megmenteni, hiába vagyunk egy olyan helyzetben, hogy bármikor szörnyet hallhatunk, nem tud megmenteni, mert nem engedelmeskedünk a léleknek, nem engedelmeskedünk a hívásnak, nem akarjuk meglátni a jeleket, nem figyelünk arra, hogy mit mutat. Bolondságnak tartsuk azt, ha ad egy álmot, őrültségnek tartsuk azt, hogyha valami olyan dolgot láthatunk, ami rajtunkon kívül van, és azt mondjuk, hogy velünk ez nem történhet meg. Ez bármelyik pillanatban megtörténhet velem is. Akárkivel megtörténhet. Tehát ennyire meg vagyunk zakkanva, ennyire meg vagyunk örülve. Azt kell mondjam nektek őszintén, hogy mi mai nemzedék szószoros értelemben tudathasadásban vagyunk, nem beszélve a léleknek a sötétségéről. És azért vagyunk tudathasadásban, mert a józan paraszti eszünket is elveszítettük. Tehát annyira nagy információ, tömkelege, megvezetés, hazugság, hamisság vesz körbe minket, amiket beengedünk az életünkbe, amit folyamatosan az Úr Jézus Krisztus el akar venni tőlünk azért, hogy ő tudjon személyesen vezetni. Ha ebben kapaszkodunk, mindannyian el fogunk veszni egyen-egyenként. Nem lesz kire mutogatnunk,
mert valójában saját magam sírját ástam meg. Tehát egyértelmű, én már nem is tudom, hogy hogy mondjam. És ezt azért mondom így, és azért engedi meg a lélek, hogy ilyen nyersen azt kell mondanom, és ilyenkor ugye vádolható vagyok, hogy hol van ebben az örömhír? Mi az, amit az Úr Jézus Krisztus elhozott nekünk is, megmutatta nekünk ebben, hogy van szabadulás. Hát ez emberek, hogy föl kell ébredni. Hogy ki kell jöjjünk a sötétségből azért, és bele kell kapaszkodjunk abba a tökéletességben, ami már ki van jelentve számunkra, készen van. Tehát maga az igazságba, az igazság lelke, hogy megmutassa számunkra, azt nevessük meg, mert megfed minket minden körülmények között, menthetetlenül és jól teszi, azt kell mondjam. Tehát jogosan vagyok megfedve, jogosan vagyok szembesítve. Tehát azt kell mondjam, hogy atyánk nem fog minket folyamatosan jezgetni, egy darabig megengedi, hogy meglássuk, hogy mi az, amiben kapaszkodunk, és amit építettünk magunknak, hanem egyszerűen meg fogja engedni, hogy történjen meg az ítélet, és ezt nem más fogja végrehajtani. A Krisztus visszajövetele egyértelműen le van írva a Jelenések könyvébe. Az már elkezdődött 2019-ben, és azóta is történik. Jézus Krisztus úgy jött vissza, mint ítélő bíró. És a folyamat is az lesz, mint ítélő bíró, de most már vasfesszővel jön, és ezt fogom nektek felolvasni, és erről kaptam képet. Tehát azt láthattam, hogy egy nagy széles úton, az aszfalt mellett, maga az út mellett, ahogy vége van a szélén, tudjátok, a szélkő, ahol kéne legyen, volt egy hatalmas, nagy, széles repedés. Szószoros értelemben. Tehát láttam, hogy az aszfaltozott út maga a lenti infrastruktúra mellett volt egy óriási nagy vastag repedés. Tehát az infrastruktúra, amit mutatott atyám, az, amiben mi hiszünk, ebben a struktúrában, a földiben, az már repedezőben van, tehát omladozóban van. És az ki volt ásva, vagy egy nagy árok volt. Mert én azért mondom, hogy ki volt ásva, mert hirtelen nem tudtam hova tenni magamba, hogy ez most egy természetes vastag repedés, vagy emberek által van kiásva. Mindegy az, amúgy elmondom én nektek, mert hogyha egy főút mellett, közvetlen az aszfalt mellett, hogyha árkokat ásnak, ha elmegy egy autó, az be fog omlani. Egyértelműen a súlytól. Tehát nincs meg már a stabilitása. És ahogy belenéztem ebben a repedésben, láttam, hogy falevelek vannak benne. Sárga falevelek. Tehát kemény ősz jön, emberek. És még ahogy ránéztem ezekre a falevelekre, ebben a repedésben, ebben az árokban közvetlen, az aszfaltos út mellett, jött egy ilyen gondolatom, hogy hát ki kéne azt takarítani, és még neki akartam állni, hogy kitakarítsam. Hát mit mutatott meg atyám? Olyan erős a földi program, annyira be vagyok lőve. Annyira be vagyok lőve hazugsággal, a sátán a fejembe. Olyan erőteljesen dolgozik, hogy még ebben a pillanatban is, amikor repedezik össze minden, tehát omlik össze az egész lenti infrastruktúra, hazugság világa, ez az egész, ez össze fog omlani. Én mindig még a faleveleket akarom a repedésből kitakarítani. Ilyen robotika ösztönszerűen, szószoros értelemben, szörnyűséges, amit mondhatok, de így mutatta meg nekem Jézus Krisztus. És azt láthattam, hogy tudtam, hogy óriási nagy indulat volt benne, harag, szószoros értelemben Jézus Krisztusban. Tehát, hogy jön vissza, mint ítélő bíró. És óriási nagy indulat és harag volt, ahogy rám nézett, és tudtam, hogy most már vasveszővel jön. És tudom, hogy valaki ez odahajoltam, és azt mondtam, hogy én nem szeretnék ebből a vasveszőből kapni. Mert tudtam, hogy ez mi. Tudtam, sőt, azt kell mondjam nektek, hogy megrémültem. Hogy miért ilyen dolgokról beszélek, drága emberek. Mutat atyám nekem dicsőséges dolgokat is. Krisztus mutat dicsőséges dolgokat, például, mint a tegnap is megtette. De megmutass azt, hogy ha nem arra figyelek, akkor valójában mi a következménye annak, amiről itt beszélhetek.
Meg lehet engem vádolni, hogy miért ilyenekről beszélek. Azért, mert a lélek arra vezet, hogy a mai ember annyira meg van hasonulva önmagával, hogy egyszerűen erre vezet, hogy erről beszéljek. Mert még hogyha a földiekben, amikről beszélhetünk, nem hiszitek, akkor hogyan fogtok hinni a mennyeieknek? Tehát egyszer meg kell lássuk, hogy miben vagyunk itt, ahhoz, hogy majd az ő kegyelméből, aki keresi igazából őszintén az igazságot és letérdel és fohászkodik a Teremtő Atyánkhoz, hogy újjászülje őt, akkor meg fogja mutatni a mennyeit is az, aki méltó rá. Mert nem mindenki méltó rá. Oda nem lehet csak úgy bekukucskálni, belátogatni, bemenni sem elő, sem hátul, sunyi módon. Ha én nem vagyok kész, nem lettem olyan, mint ahogy kezdtem a videót itt nektek, akkor valójában, ahogy átadta nekem az üzenetet, ez az egyszerű angyal, az Istennek a tökéletes gyermeke, az ártatlan, akkor én nem mehetek oda be. Tehát folytatva ezt az utolsó képet, mi történt? Hát az, hogy megijedtem a vasveszőtől. Tudtam, hogy ez milyen vasvesző. És a Jelenések könyvében több helyen van, leírja, hogy Jézus Krisztus megjelenése és visszajövetele az vasveszővel jön szószoros értelemben. Megigazítsa azokat, és prés alá fogja tenni azokat, akik a rengeteg hívó szóra, a sok kiállításra, fölhívásra, figyelmeztetésre se voltak hajlandóak venni a fáradtságot, és megkérdezni azt, hogy egyáltalán Isten létezik, vagy nem létezik. Sőt, nem beszélve arról, hogy azok, akik megismerhették őt személyesen, megismerhették Krisztus, megismerhették atyánkat, azok sokszor belesnek a hitetlenségben, és pogányokká lesznek újra. Talán pogányabbak a pogánynál, azt kell mondjam nektek is, Isten bocsássa meg nekem, ezt láthatom én is, hogy mennyire egy gyarló hitvány tudok lenni, amikor a világra nézek, és nem őre, és nem hiszem el azt, amit felolvashattam nektek, hogy a vigasztaló Szentlélek, amit elküldött nekünk, maga az igazság lelke mit jelent ki. Tehát, hogyha erre figyelek és engedelmeskedek az Atyám akaratának, akkor minden tökéletes, és minden a helyére kerül. És most felolvasnám nektek végezetül a Jelenések 19-11-től a Krisztus megjelenése, és itt van kijelentve teljesen a vasvesző, és ez nagyon erőteljes kijelentés, hogy jön, hogy jelenik meg a Krisztus. Mit jelent az, mint ítélő bíró jön vissza, nem a kis Jézuska, nem a templomi Jézuska, nem a vallások Jézuskája, és egyértelműen, hogy az is, az a Jézus, aki elhozta nekünk, megmutatta, hisz általa lett a kegyelem és igazság. Igen, az a Jézus is él, itt van, föltámadt. De ez a világ, amilyen állapotban van most, és amiket láthatunk a szemeink előtt a természeti katasztrófáival együtt, az ébrezgetéssel, a figyelmeztetéssel, és így is az Atyánk irgalmával, hogy nem hal meg rengeteg ember, hanem egy páran, csak azért, hogy észrevegyük, és elveszítve ezáltal az anyagi javainkat, azt az infrastruktúrát, amit mutatott, hogy repedezik, hogy meglássuk, hogy elveszítsük, hogy ezáltal fel tudunk ébredni, föltámadni, hogyha a lélek fel tudja hozni bennünk azt, hogy te valamikor hallottam, hogy van egy kiút ebből az egész csapdából, ebből a biorobot üzemmódból, ebből a megőrült, bolond emberi gondolkodásból, a tudásfájából, maga az ördögnek, a sátánnak, a fejedelemségeknek a világából, a fenevad világából, az nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Tehát olvasom Krisztus megjelenése, és látám, hogy az ég megnyílt, és íme vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala hívnek és igaznak, és igazságosan ítél, és hadakozik, és az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és az ő fején sok korona, az ő neve fel van írva, amit senki sem tud, csak ő maga, és vérrel hintett ruhába vala öltöztetve, és a neve Istennek igéjének neveztetik,
és a mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyócsba öltözve, és az ő szájából éles kardjő valaki, hogy azzal verje a pogányokat, és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel, és nyomja mindenható Isten haragja hevének a bórsajtóját, és az ő ruháján és tomporán oda vala írva az ő neve királyoknak királya és uraknak ura. És megmondom nektek őszintén, hogy nem tudom, hogy egyáltalán mit fűzhetnék ehhez hozzá. Egyetlen egy dolog erőteljesen jött, és pedig ez, hogy milyen az igazi Krisztus megjelenése most ezekben az időkben, hogy az ő szájából éles kardjő valaki, hogy azzal verje a pogányokat, és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel, és nyomja a mindenható Isten haragja hevének a bórsajtóját. Tehát ő teszi prés alá ezt az egész világot, az igaz bíró, aki nem más, mint aki igazságosan ítél és hadakozik. Hisz neki adatott meg egyedül, hisz ő a királyoknak királya, és az uraknak ura. Ezt mutatta meg nekem Jézus Krisztus. De hát azt kell mondanom nektek, hogy a vasvessző is még Isten kegyelme, mert így nem veszik el a lélek. De valójában mi Isten gyermekei, azok, akik megismerhettük őt és újjászülethettünk, az atyánk lelk által ő benne, Krisztusban, hát nem arra vagyunk elhívva, hogy a vasvessző kell minket igazítgasson, hanem arra, hogy az örömhírt mondjuk, mind a gyermekek, éjjel és nappal, bár a megpróbáltatások elkerülhetetlenek mindenki számára, de akik az Úrban bíznak, azok megtarthatnak mindenkor, ki van jelentve, megőrzi őket a mindenható atyánk, a mennynek és földnek teremtője, nem éri őket semmi bántódás, hanem végig, mint szemlélődők úgy lesznek jelen ezekben az eseményekben, amíg le nem megy az egész, amíg nem kezdik őket vádolni teljesen és hibáztatni. Hisz a nyomorúság elkerülhetetlen, és ennek az okozói nem más, mint mi vagyunk, magunk emberek. Mi, akik belássuk azt, hogy valójában hová jutottunk, a nagy gőgünk, a magabiztonságunk, a fogjunk össze, oldjuk meg együtt következményeképpen, hogy mit építettünk magunknak, milyen egy semmi világot, ami pillanatok alatt, ha megmozdul alatt a föld, megszűnik létezni. Tehát, atyánk, még mindig szól, még mindig hív mindenkit, még mindig figyelmeztet mindenkit, hogy nem késő sosem, nem késő, és ne is legyen az senki számára. Sziasztok!